Igen. Miért? Hogyha nem vendégként érkezett valaki, ez akkor semmi. Nem, ez egy közterület, magyarországi közterület, ugye? Nem tudok elmondani. Hogy meghatározott jogszabály alapján járunk el. Igen, melyik jogszabály alapján bocsasson meg? Köszönöm szépen. Személy és létrehajtási biztonsági intézkedés, amit a dr. Balogh János rendőrvezérőrnagy hozott. Megnézhetném, hogy pontosan mit rendel el ez a jogszabály, hogy én ide bemehetek, vagy nem mehetek be. Hogy ez ebben hova van leírva, hogy én ide nem mehetek be. Uram, nekem ezt a feladatot adták, engem ide kiállítottak, ez alapján, a jogszabály alapján járunk el ide illetét, akik most jelen pillanatban nem itt laknak, lakcímkártya alapján nem vendégként érkeznek, sajnos nem mehetnek. De a jogszabályban nincs benne ez, amit ön most itt elmondott. De ez benne van. Akkor nézzük meg még egyszer, bocsássam. Megmutattam. Igen, igen, csak nem volt ez benne, tehát legyen a kedves megmutatni nekem, hogy ez hol van ez a dolog. Egy pillanat, jó. Mert hogy magyarok vagyunk, magyarországi közterületen illetékesek vagyunk. Nem, akkor félre tetszett engem érteni. Tehát Magyarországon vagyunk egy közterületen, ön hivatkozik valamire, amiben nem tudja megmutatni, hogy mire hivatkozik. Tehát azt mondja, hogy a jogszabály azt mondja, hogy én ide nem mehetek be. De ilyen jogszabály nincsen. Nyilván ön is tudja. Igen, nézzük el ezt meg még egyszer, jó? És vagy, nem, azt mondta, hogy odaadja nekem, hogyha... Nem adom oda ezt, mivel ez az én példám. Ja, ez előbb azt mondta, hogy odaadja. Jó. Megnézze, oké, de akkor mutassa meg nekem, legyen kedves, hogy hol van a neve. A nevét azt értem, tehát, hogy ez a 94-i történet. Nem, bocsássam meg, nem megyünk erre keresni, itt vagyunk. Ön ugye jelen pillanatban egy jogalkalmazó személy, az utamat tája valahol. Nyilván el tudja magyarázni, hogy miért nem lehet bemenni. Itt az van, hogy a területre belépni szándékozó személyek ellenőrzött belépetését rendelem. Én ezt tudom mondani, amit nekem utasításként kiadtak. Hát akkor aki kiadt az utasítást, az válaszolja. Igen. Jó, akkor ide fognak érkezni, és akkor meg lehet. Nem, tehát én ragaszkodnék ehhez, hogy az ellenőrzött beléptetésemet legyen kedves végrehajtani. Tehát ugye elrendelte a készenléti rendőrség parancsnok az ellenőrzött beléptetés, nem tudom, egy személyigazolvány elég lesz hozzá? Rendelkezik olyan lakcímkártyával, ami ide szól, vagy is nincs benne. Nincs benne, ön egy jogszabályra hivatkozik, ami egyébként egy intézkedés, tehát nem jogszabály, és az intézkedés hivatkozik egy jogszabályra, és az intézkedésben az van, hogy az én ellenőrzött beléptetésemet rendeli el, mert hogy én szándékozok ide belépni. Tehát abszolút vonatkozik rám ez az intézkedés, úgyhogy legyen olyan kedves ezt elvégezni, én odaadom önnek a... Nem kérem, köszönöm nem szépen, jó? Ilyen ritkán van egyébként, de el fogom kérni, de most nem kérem a lakcímkártyát, jó? Megvárjuk azokat, akik még ide fognak érni. Akkor lehet, hogy olyan túl válaszolni, hogy miért nem lehet bemenni. Mert amit a hölgy mutatott papírt, ebben nem szerepel, hogy nem lehet. Ebben az van benne, hogy az ellenőrzött beléptetését rendeli el a készenléti rendőrség főparancsnoka azoknak, akik szándékoznak bemenni. Most én vagyok itt az első, bocsássatok, én első vagyok, aki szándékozok bemenni, akkor legyen olyan kedves, hogy a hölgy nem tette meg, fötözsőrmester úr, ellenőrizni nem tudom mit, és akkor hadd lépjek be. Tehát léptessen be, mert ugye az van, hogy az ellenőrzött beléptetésemet rendeli el ez a dolog, akkor hogyha ön hajtja végre, mert hogy a őrmester hölgy nem hajtotta végre, akkor legyen ön kedves megmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy ellenőrizze az én beléptetésemet. Értem. Az egész arról szól, hogy most nem persze, hogy megnéznénk együtt ezt a... Jó, legyen ön kedves. Tehát ebben nem az van benne, és hogyha azt megmutatja nekem azt a részt, hogy csak az itt lakók jöhetnek be, hogy az szóval pontosan hova van benne beleírva. Hogy szól van benne. Hogy ikre vonatkozik ez a dolog. Érti? Szóval nincs konkrétan leírva. Jó napot. Igen, hát ide van leírva, hogy kire vonatkozik. Hát venném arra dolgot, jó? Jelen van-e Póka László? Póka László, igen. Nem az? Miért minden ilyen keresnek? Hát mert ön jelentette be. Jó napot kívánok. Igen. Személy az arra kérdés. Hogy van persze? Szép napot kívánok. Nem késünk, ugye ahhoz képest, hogy... Nem lehet bemenni a Fullánk utcába? Nem lehet bemenni. Miért? Azok a cinkártyát is egy kicsit. Akkor következőket szeretném elmondani. Tehát ugye a készenléti rendőrség parancsnoka hozott egy határozatot, amely határozattal szemben jogorvoslati lehetőség közvetlenül önök számára nincs.
A készítő rendőrség parancsnoka ezt a területet műveleti területén nyilvánította, tehát oda a belépni szándékozók csak szigorú ellenőrzést követően léphetnek be. Ezt szeretném, már itt egy fél órára, ezt szeretném, hogy szigorúan viszont mind a rendőrségi törvény vonatkozó 46. paragrafus egybekezdés A és D pontja, tiltó rendelkezéseket tartalmaz, mind a belépésre szándékozó személy, az egy szigorú kategória, mint az átmenni szándékozott, az egy célhöz kötöttséget jelent. Azt jelenti, hogy a területen lévő ingatlanok valamelyikében van dolga. Tehát ez nem arról szól, hogy itt valaki átsétálhat, vagy olyan tevékenységet végezhet, amit akar, hanem ez egy szigorú szabályozás alá került ez a terület. Csak az léphet be, akinek igazolhatóan ott tevékenysége van. És az mi az? Hát azt nem tudom, hogy azt el kell mondanom. Természetesen ez a szigorú ellenőrzésnek az egyik lépcső. Például meg szeretném nézni a nyitvatartatási idejét az izraeli nagykövetségnek. Ez mondjuk az egyik. Keresztül is nem, én ezt így szeretném a helyzetben. Ezt nem fogja tudni. Nem, most mondta, hogy ha nekem van egy célom ebben a területen, tehát akkor én oda bemegyek. Olyan célja, ami más úton módon nem oldható meg. Értelemszerűen. Nincsen internet elérésem. Semmi gond, egy internet kávézóban ezt meg fogja oldani. Akkor idéznék egy másik jogszabályt is, ez ugye a gyülekezési törvény. Ön ugyan tett egy bejelentést és egy panaszlevelet, amit természetesen nem írt alá, csak interneten keresztül küldött meg. Ebben ön előre jelezte azt a szándékát, hogy itt fog egy demonstrációt. Nem, nem jeleztem. Azt mondtam, hogy ide fogok jönni. Nyilvánvaló, az egy szándék. Ezért ön jól azonosíthatóan ennek a be nem jelentett és nem engedélyezett GTV hatálya alá tartozó rendezvénynek a szervezője. Nem. Dehogy is nem. Hát jó, hát nem most mutatjuk ezt. Rendben van, semmi gond nincs, tehát a következő ezt szólítom fel önöket. Ezt a rendezvényt, amit önök tartanak, ez a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. Önök ezt hivatalosan nem jelentették be, a rendőrség ezt nem vette tudomásul. Ezért ez egy be nem jelentett rendezvény, annak szervezői szabálysértést követnek el. Ön, aki ezt bejelentette, ön szervezőnek. Most bejelentettük, vagy nem jelentettük be, bocsássam meg? Bejelentette. Mert az előbb azt mondta, hogy nem jelentettem be. Bejelentette, csak nem írta alá. Ez a panaszára vonatkozik, ebben fog kapni egy hiánykózást. Azonban a bejelentése az hiányos volt, tehát még a GTV alapkövetelményének sem tettelek. Hivatkoztam én ott, hogy gyülekezés szeretném. Nem kell hivatkozni. Nem kell hivatkozni. A bejelentéseket és a kérelmeket tartalmazza alapján kell elbírálni. Nem, önnek nem kell hivatkozni a gyülekezési. Melyik része volt, ami a gyülekezést vetítette elő? A gyülekezési törvény hatálya alá tartozik minden olyan csoportosulás és rendezvény, ahol szándékegységben több személy közterületen valamilyen demonstrációs céllal kíván megjelenni. Önök ezért vannak itt? Itt ugye demonstrálót? Igen. Hát nem. Az önök, önök szándékegysége kívülálló számára egyértelműen felismerhető. Ugyanazzal a céllal vannak itt, ugyanúgy tisztában vannak, hogy ez egy lezárt terület. Honnan tudja, hogy én milyen célból vagyok itt, ne arra. Semmi gond nincs, uram. Nem, de nem gyülekeztem én senkivel, amit külön jöttem a nejemben. Nem kell a hatóságnak egyenként megkérdezni, és még az sem feltétel a törvény alapján, hogy ők egyébként a szervezőnek az összes szándékával egyetértsenek. Lehet, hogy csak részszándékkal értenek egyet, lehet, hogy csak kíváncsiskodnak. Ezt egy gyülekezésnél, egy rendezvénynél nem kell a hatóságnak bizonyítania. Egyet kell bizonyítania, hogy külső szemlélő számára az az adott csoportosulás szándékegységben van. Önök szándékegységben vannak, ennek a rendezvénynek a szervezője a Póka úr, tehát akkor most felszólítanám önöket, hogy önök a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, be nem jelentett, tudomásul nem vett rendezvény résztvevői, valamennyien, szabálysértést követnek el, amennyiben a rendezvényt a szervező nem oszlatja föl, vele szemben szabálysértési eljárást fogunk kezdeményezni. Tudomásul vettem? Én nem vagyok a szervező. Ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy tudomásul vettem. Hát a szervező, azt kérdeztem, hogy ön Póka László, ezt tudomásul vette, azt a közlést, amit én most itt mondtam. De azt nem értem, hogy mi közöm van nekem ahhoz, hogy a szervezővel szemben eljárást fognak kezdeményezni. Ön, aki ezt a rendezvényt bejelentette, nem jelentettem be rendezvényt, és ön, aki ezt a rendezvénynek gyakorlatilag a hangadója, ön szervezőnek ként azonosítom én, és én önnel szemben nem fogom megtenni a feljelentést. Aztán majd a szabálysértés eljárásban, illetve a bíróság eldönti, hogy kellőképpen bizonyított-e az ön levele alapján, az e-mail címe alapján, a csoportegység alapján, a célok alapján az, hogy ön egyébként ide egy rendezvényt szervezett, vagy sem. Ez a bíróság, hatása. Honnan jön a következő? Parancsolj. Ön most nekiállít engem fenyegetni, amikor túllép a hatáskörén, van egy készenléti rendőrség parancsnoka által hozott határozat, amit menjünk elő, legyen kedves, és próbáljuk értelmezni, amiben nincs benne az,
hogy ide csak az itt lakók mehetnek ide. Az van benne, benne lenni. Ebben az van benne, hogy aki beszeretne ide lenni, tehát beszlépési szándéka van, azt ellenőrzéssel így be van. Kell léptetni. Így van. Nem az van, hogy be lehet, nem az van, hogy a második kerület... Ön megnézte a rendőrségi törvénynek azokat a paragrafusait, amit egyébként a maga a határozat meghivatkoz? A határozat azért hivatkozik erre, hogy ez a határozat alapján joga van a területlezárást, illetve ezt az intézkedést hozni. Így van. Tehát nem arra, hogy az alapján mehetek be, vagy nem mehetek nyilván, be. Nyilván minden döntésnek ugye jogszabályi alapja van. Tehát a jogszabályi kereteken nem terjeszkedhet túl. Ha a jogszabály a terület zárását rendeli el, akkor maga a határozat nem könnyíthet ezen. Mivel a rendőrség... Nem azt rendeli el, azt de, a lehetőséget adja meg, hogy a rendőrség lezárhatja. Önök belépési szándéka megkérdőjelezhető. Hát rendben, de az nincs benne ebben a rendeletben, hogy akinek megkérdőjelezhető, az viszont nem mehet be. Nem. Tehát aki beszeretne lépni, azt ellenőrzötten, nem a szándékot kell ellenőriznie. Egy határozatnak nem kell az életszerűség összes pontjára kiterjedően leírni, hogy és ez vonatkozik még az összes ilyen-olyan típusú emberre. Ez a határozat leírta, hogy ez egy zárt terület, a rendőrség ezt lezárta, és oda a belépni szándékozókat engedi be, szigorú ellenőrzés után. A belépni szándékozó pedig nyilván. Az, aki ott van dolga. Hát ezt most olyan honnan lesz? Ez van, hát van nekem ott dolgom, tehát nyilván van. Ezt kell van. A beléptetés során elsőként igen. Ellenőrizni, aztán eldönteni azt, hogy ez a belépési szándék ez megalapozott, vagy csak egy színlelés, és az a célja, hogy erre a területre a határozat döntése ellenére önök bejusson. Az a célja a belépésnek, akkor elmondom, természetesen hogy, sem a hang, sem a képfelvétel nem engedélyezem. Az a célja, hogy ez egy közterület, amit egy idegen állam elfoglal, és nem szeretnénk úgy járni, mint Palesztina járt. Ezt elmondtam itt a hölgynek is, mert legközelebb lehet, hogy a utcáját fogják elfoglalni. És lehet utána mi leszünk elzárva egy terület. Annak, hogy ez a terület egyébként mire van elzárva? Igen. Igen, akkor idézzék már fel nekem a 61-es Bécsi egyezményt. A palesztin nagykövetség miért is lezárva? 61-es Bécsi egyezmény. Igen. Tényleg a palesztin nagykövetség miért is lezárva? Ott ugyanaz a fegyveres konfliktus. Ezt nagyon jól tudják, hogy vannak olyan országok, ahol a diplomáciai kirendeltségek zónán belül vannak. És a zónán, a zónán adott városrészbe se lehet belépni. Na már most jönnek ezt a zónák, akkor az adott ország, az adott ország. És egész Magyarország utána. Akkor végül, majd ki kell mennünk az országból, az lesz ennek a vége. Hát zóna lesz az ország, és magyarok tűnés. Hát ha ön ezt vette le abban, hogy elveszik a házunkat, elveszik a földünket, elveszik az autónkat. A palesztin példa, ahol bementek, és most már a palesztinoknak nincs maradásuk a saját területükön, ahol született, ahol felnőtt. Az az érzésük itt. Hogy nincs a kötettség. Dehogy is nem. Ők teljesen más gondolnak, mint én. Szándékegység van. Szándékegység. Mindannyian be akarnak menni, és mindannyian politikai célra akarnak menni. Én nem akarok bemenni, én csak át akarok sétálni. Igazából azt szeretnék, nem akarunk mi bemenni. Nem akarunk bemenni a kötettségbe. Szűnjön meg az, hogy egy közterület egy magyar állampolgár elől le legyen zárva. Például ott van a Királyi Nagy Követség, ami a Városligeti Fasoron van, akkor ezzel az erővel lezárhatnák az egész Városligeti Fasor, mert mondjuk Kína nincs jóba az amerikai. Nem. Ez a biztonsági szint még nem a legmagasabb. Még messze nem a legmagasabb. Na most, még egy dolgot azért elmondani, és ezzel kezdtem. Tehát önök azt mondják, hogy önöknek nem tetszik ez a helyzet, önök ezzel lépni akarnak. Rendben van. Miért nem lépnek jogszerűen? Ugyanis elmondtam, hogy ez a határozat, amit a készenléti rendőrség parancsnoka hozott meg, ezzel szemben közvetlen jogorvoslati lehetőség nincs. Amit önök végeznek... És a közvetett az mi? Közvetett, hogy minden magyar állampolgár ugye az ügyészséghez fordulhat jogorvoslatért, hogyha úgy látja... Az objektumot ott kell megvédeni előtte. Önök félreértésben vannak. Ez a terület a magyar állampolgárok elől nincs lezárva. De hogy mi? Most nem engedett. Nem nézni igazolványomat, hogy magyar állampolgár vagyok? Nem tudnak semmilyen jogos célt megjelölni, ami az önök szándéka. Ami a joggal itt állok, az én utcámba bárkára sétálhat, én meg itt nem sétálhatok. Ez egy műveleti terület. Magyar állműveleti. Meg tudják mutatni a műveleti területnek a papírját, hogy jól a régi törvénynek a 46. paragrafus egybekezdése van feltüntetve, amit önök nagyon jól ezek szerint el is olvastak, hogy a rendőrségi törvény alapján lezárhat bizonyos területeket, megtilthatja oda a belépést,
De nem tiltották meg a belépőt. Tehát mond, van egy intézkedés. Igen? Tehát van egy intézkedés, amit itt a kolléganő ön látta egy iratokat ezt a... Hogy ne láttam volna? Iratokat ezt az intézkedés. Hogy ne láttam volna? Egyszerű. Akkor tudná nekem idézni, hogy pontosan mit akar ez az intézkedés? Tehát mi az intézkedésnek a szó szerint az, amit mondta. Amit ön mondott, tehát a rendőrségi törvénynek erre a paragrafusaira hivatkozással azt írja a készeléti rendes parancsnoknak, hogy erre a területre a belépni szándékozókat szigorú ellenőrzés során ellenőrzött beléptetését rendeli el. Így tehát van. Nem az van, hogy akkor lehet, tehát itt a rendőrség nem döntheti el, hogy beenged vagy nem, ellenőrzötten elrendeli az ellenőrzött beléptetésemet. Tehát az ön jelen pillanatban ezt a rendelőt... Nem. Az ellenőrzés legelső lépcsője a belépési szándéknak az ellenőrzése. Mert a belépési szándék az nem egy lárpurlár dolog, hogy én most kitalálom, hogy arra szeretnék sétálni, mert arra kicsivel több oxigén molekula van. Ez az intézkedés, ez nem határozza azt meg, hogy önök itt eldöntsék, hogy vajon valakinek a szándéka az olyan-e, hogy bejutasson, ellenőrzött belépést, ellenőrizze le, fel is írhatja, hogy milyen szándékom. Ön rosszul tudja. Ugyanis a jogalkalmazó az én vagyok. Tehát nekem kell elsősorban eldöntenem, hogy ez a határozat miről szól. Ön is eldöntheti privát alapon, csak az én véleményem e tekintetben itt a helyszínen most döntő. Na most azt nem értem, hogy amikor az országház elé oda megy a csokőföldi, ők is oda mennek, megnézik, igen. Őket miért engedik? Mert az a terület nincs így a rendőrségi törvény alapján lezárva jelenleg. Ha le lesz zárva, akkor ön sem, meg a külföldiek sem fognak oda belépni. Ne viccelik el, mert ez ennél súlyosabb. Nagyon szomorú, igen? Hogy túl értelmeznek egy határozatot. Eleve, hogy hoznak egy ilyen határozatot, igen? Hogy ide valaki nem mehet be. Majd, hogy ezt túl értelmezhetett, jelen esetben éppen ön értelmezi túl, hiszen igen? Azt mondta, hogy ön ennek a... nem tudom, igen, most ennek őt itt a felelőse és a parancsnoka. Tehát amikor az van, hogy ellenőrzötten léptessen be, akkor ön azt mondja, hogy ön nem lépted be. Így van, megtagadja a beléptetését. Így van.